Igazi betyárok, azok a szegény legények voltak, akiket nem gonosz hajlam, zsiványkodási vágy, hanem a valsors, a kényszerűség sodort hányt vetett életre. Egyik másik, mint katona, az évtizedes szolgálat a komisz embertelen bánásmód alól a kaszárnyából szökött meg, vagy ezt kikerülendő, már a kötéllel való katonafogás elől vetette magát a természetrejtekébe. Voltak itt a földesúri úri önkény. Az úri szék igazságtalansága űzött el a falujából. A mostoha történelmi fordulók is ilyen bujdosókat szültek. Az 1711-es szatmári béke után Kuruc az 1848-49-es elárult szabadságharc vesztes csatái és a világosi fegyverletétel után honvédek sokasága lett például bujdosó betyárrá ha nem akart az ellenség kezére jutni, vagy ha nem akarta a sorsát vállalni. És érthető, ha ezeket a szegény legényeket a nép nem játszotta a pandúrok zsandárok kezére, hanem inkább védte, bújtatta őket. Ha elkötöttek egy-egy szép csikót, elhajtottak néhány marhát a gujából, vagy megkönnyítették néhány gazdag utas buksáját, azt mondta rá a nép, nem élhetnek úgy, mint az égi madár. Bocsánatos volt hát a nép szemében a betyárok bűne. Olykor pedig örvendeztek is, ha kárt okoztak a betyárok a jó módúaknak, és ráadásul kisiklottak a törvénykeze alól, bravúros tetteik nyomán legendák, rigmusok születtek, és ezeket hosszú időn át meg is őrizte a népi emlékezet. A Dunántúli Bakonyerdő, a Dunatisza közti homokbuckák tüskevárai mellett főként a Tiszántulli sárrét volt a betyárok jótanyája. Végső szorultságuk esetén máshonnan is mindig ide menekültek. A talán leghíresebbekként ismert betyárok, mint Rózsa Sándor, Sobrióska vagy Bogárimre is, gyakran megfordult itt. Mindezekért aztán a betyárok legtöbbjére ráillett a ragadvány nép, hogy nádi betyár. A nádi betyárok legfőbb istápolója az úgynevezett pákászok serege volt, ezek ismertették meg a betyárokkal a mocsárvilágot, azt, hogy a náderdők, zugain, sikátorain, az ingoványok, lápok, dágványok, rejtelmes és veszedelmes tájain miképpen mentsék magukat az üldözők elől. Ezt a sárvéti nádrengeteget még a múlt század közepén is úgy nevezték, hogy nádbakony. Amikor a berettyó és a Kőrös még szabályozatlan volt, szüntelenül táplálta áradásaival a sárrét hatalmas mocsárvilágát. Beborította Bihar, Békés, és Hajdú szolnok megyéket, és a nagykunság minden lapályosabb részét. A Hortobágy folyócska medrén a Tisza gátbontó vize is eljutott idáig. A vége láthatatlan náderdők és szinte járhatatlan lápok közt a feneketlennek hit mocsár apró szigetein, porongjain, halászattal, madarászattal foglalkozó pákászok élték magános kunyhóikban sajátos életüket. Kiszakadván a települések közösségeiből. Igazában csak ők ismerték ezt a rejtelmes vízi világot, amelyet a babonás népi képzelet még titokzatosabbá tett. A sötétlő sás és káka sűrűjében temérdek madár fészkelt, szűk csapásain sétált a gyönyörű és hófehér kócsag. A zöldellő halmokon feltartott fejjel vigyázott az őrdarú. A tiszta tavakban kanyargós erekben csillogó halak ficánkoltak, az ingó lápok alatt mérhetetlen mennyiségű csík. Sikamlott. időben tejfehér köd gomolygott a táj fölött. Zivataros téli éjszakákon réti farkasok üvöltése hallott innen a közeli falvakba. Nem csoda, ha mindez megindította a képzeletet. Jól ismert valóság is volt ugyanakkor, hogy a pákászok világába merészkedő járatlan ember soha nem juthatott ki innen. Eltévedt, beszakadt alatta a láb, elnyelte az ombolyos víz, befonta a hínár. Mindezekért aztán a hatóság fogmegyei vármegyék, koppói, pandúrok, zsandárok egyaránt elkerülték ezeket a mocsári nádasokat. Osvát Pál, aki 48-as tisztből lett pandurrá és egyben jeles néprajztudósá, egy helyen ezt említi jegyzeteiben. Egy öreg pákásszal még a fegyverletétel utáni télen ismerkedtem össze. Ez az öreg akkor a komádi környékén bujdokló honvédekkel sok jót cselekedett. Egyszer a honvédek számára készített hallakomán, mint ugyancsak bujdosó honvéd, magam is részt vehettem. Későbben, csendbiztos koromban is, jó emberem lett az öreg. Az ostrom állapot és a bakkorszak idején lőfegyvert rejtegetett, és gyakran elláttam puskaporral. Bőven megszolgálta az öreg, mert ellátott kócsag és darutollal, egyszer pedig egy szárnyán sebzett daruval ajándékozott meg, amely madár még sok éven át élt udvaromban. Tudtam róla, hogy jól ismerte a betyárok dolgait, de soha nem árulkodott róla. Osvát Pálhoz hasonlóan más csendbiztos is akadt, aki elnézően viselkedett, ha jó betyárokkal akadt össze. Az öreg Májer Antall derecskei csendbiztosról beszélték, hogy honvéd sapkát lelt egyik rabjának a szűre ujjában. Jukas ez, te fattyú, mondta neki. Hol és mikor lőtték ezt keresztül? És a szegnél felelt a rab. De a fejemet nem érte a golyó. Szerencséd volt, he! fejezte be a beszélgetést a csendbiztos, és maga kísérte zárkába a rabot, de nem zárta be a cella ajtaját. Ugyancsak ez a csendbiztos valami fontos ügyben nyomozva cirkált a határban, egy pandúrja kíséretében, és szemet szúrt neki, hogy kemész pusztán a csőzház mögött a fák és bokrok sűrűjében felnyergelt ló van kikötve. Ki ez a paripa? kérdezte a seholt se eleven csőztől. Én bizony nem tudom a nevét, jött a felelet. Ezt még elhiszem. De a hol létét már tudnia kell. Benalszik, szólt el magát óvatlanul a csőz. Olyan gyorsan ugrattak a csendbiztosék a kunyhóhoz, hogy a csőznek nem volt ideje a betyárt riasztani. A pandur megnyitotta óvatosan az ajtót, és belesett. Nicsak. Mondta. Ismerem én ezt a fiút csendbiztos uram. Debrecennél, nagy Sándor seregében szolgált, mint jó magam. Akkor persze még vékony kis legény volt. Nagyon fáradt lehet, mert úgy alszik, hogy azután is költögetnünk kell, ha rátesszük a vasat. Akkor csak hadd aludjék, mondta a csendbiztos. Menjünk a dolgunkra a múlt század elejének egyik leghíresebb betyárja, Zöld Marci is részesült egyszer hatósági segédletben. Mint a jobbágyi sortól elmenekült szegénylegény kóborolt, rendszerint harmad magával. Úgy őrzi az emlékezet, mint sudár, bogárhajú barna legényt, akinek hét országban sem volt mása. Rakoncátlan magaviseletével, csíntevéseivel sok borsot tört a hatóság orra alá, de soha nem tudták rábizonyítani a bűnösséget. Azért, hogy mégis megszabaduljanak tőle, a főszolgabíró a verbúválók kezére játszotta. Be is fogták, besorozták, de elvinni nem tudták, mert meglépett a városháza udvaráról. Csúha András nevezetű bíró segítette a szökésben, azzal nyugtatva saját lelki ismeretét, hogy nemesi származású ember Marci, ezért jogtalan volt erőszakos katonának adása. Marci egyik legényét, egy síje Ferenc nevezetű sihedert bújtattak el a templom mögötti fák alatt, aki felnyergelt lóval várta Marcit, és el is ugrattak a herpályra, a faluszéri nádasba. Onnan pedig tovább haladtak a Berettyó mentén. Úgy tervezték, hogy csak addig barangolnak, amíg elmasíroznak a környékről a kötéllel verbuváló katonák, de közbe kedvük szottyant a szila élethez, és maradtak a nádvadomban. Ezt követően aztán annak a kornak a leghíresebb betyárja lett Zöld Marci. Annyi legenda maradt, hogy Petőfi Sándort is megihlette, és tíz strófás verset írt róla, amelyből kettőt most ide idézünk. Marcinak hortobágy volt a rendes tanyája, Hortobágy a puszták óriás királya. Kiált az országút síkjára, s az utas száz lépésről látta, hogy majd lesz nem ulas. Ha gazdag utas jött, Marci így kiáltott, ide az erszényed, ha nem kell halálod. Ha szegény utas jött, ezt mondta szívesen, nesze az erszényem, s áldjon meg az Isten. Fennmaradt róla egy úgynevezett vásári históriás vers is, amely Petőfihez hasonlóan beszél Zöld Marciról. Elhajtott sok lovat, eladott sok tinót, elvett sok aranyat attól, akinek volt. Ebből adott annak, kinek pénze nem volt, Zöldmarciám ilyen igazi betyár volt. Ilyen igazi betyár volt, sok más mellett Fábián Pista is, aki szintén a katonafogdosók elől pattant meg, és előbb csikósként nyargalt a pusztában, majd betyárnak állt és híres táltos sok csodát művelt, amelyek őt is beemelték a népi képzeletbe és emlékezetbe. Valódi népdallá érlelődött költészet is született nyomában. Ennek így szól egyik verse. Engem hívnak Fábián Pistának, engem visznek lovas katonának, Göndörhajam le akarják vágni, avval kell a császárt kiszolgálni. Göndörhajom nem hagyom levágni, nem fogom a császárt kiszolgálni. Meg annyi népdal kórusunkban ma is hallható ez a dal. Virág Károly úgy lett betyár, hogy jót cselekedett, már mielőtt betyárán lett. Pontosabban éppen jó cselekedett a kényszerítette a betyár életre. Eleinte csak falu volt, mint notórius csendháborítót kísérgették a dévaványai perzekutorok, félrecsapott süveggel, tubugatjában, sárga sarkantyúval, igen mutatós legény volt. Csárdákban, vásári tabernákban és hasonlatos vidám helyeken sok ellenséget, de sok jó barátot is szerzett. Menyecskék civakodtak össze rajta, akár nyílt utcán is, és körömhegyel osztozkodtak virágkarcsik egyein. Gyakran meg is olajozták neki az ajtó sarkát, hogy ne nyikorogjon, amikor besettenkedett karcsi éjszakánként. A luszékony juhászok nyájából nyakba vetett néha egy-egy birkát is, hogy pénze legyen, nehogy a cimborák szájáról leváljék a pohár, s hogy a menyecskéknek is jusson kellő vásárfia. Hanem egyszer komolyabb, így bekeveredett. Tájékoztatták, hogy elfogott betyárok ülnek a börtönben, és nem csak dicsőség, de nagy summa is jár annak, aki megnyitja előttük a szabadulás ajtaját. A virtusos virágkarcsi aztán leányzónak öltözve jól elvonta az örök figyelmét, kiszabadított a rabokat, és időben bekpattant ő maga is. Hosszabb lába, könnyebb csizmája volt, mint a rászedett perzekutoroknak, akik aztán csak legyintettek utána. Ez nem áll meg! Csak a sűrűben. Egy becsárral több van a világon. Híres neves Sáréti becsár volt Kisvég Miska is, akit a termete miatt neveztek kisnek, pedig nem volt alacsony ember ellen, meg karcsú, takaros, jó ábrázatú, a víg is ragadvány név lett. Noha, Miska inkább szomorgodott maga meg a fajtája beliek sorsán, de tetteivel mégis vidámságot lopott a legenda gyártók lelkébe. Senki nem tudta pontosan, hogy mi vitte a betyár életbe, hanem csak úgy mondták, a vére, meg a sok úri huncuttság, amit nem állhatott. Nem legenda, hanem tény, hogy egyszer egy esztendőben hazavátogatott a szülői házba, csúnya őszi éjszakán ment mindig, amikor a jó gazda a kutyát severi ki, amikor viszont a szakadó eső elmossa a nyomot. Szép fekete lova volt, a men úgy ült, hogy repült vele a kerítésen át, akár a madár. Úgy is hívták a lovát, hogy madár, akit fekete színe miatt hollónak nevezett a rokonság, meg a pusztai társak. A szülői ház udvara hátulján egy avas szalmakazal végébe állt egy rokkant ócska szín, az alá a lovát, de sohasem kötötte meg. Bezörgetett a ház hátulsó ablakán, ami annyit jelentett, hogy körmeivel csendesen megkocogtatta az üveget. Addig észre sem vették, hogy megérkezett. Ne ijedezzenek, nyugtatta aztán a bentieket. Nem időzök sokáig. Nem tudja meg senki. Leült a kemence patkára és lehajtott fejjel hallgatott. Akárha egyedül ő lett volna a házban. Vacsorával kínálták, de csak némán intett, hogy nem kell semmi. Komor hallgatása után azt kérdezte, még mindig olyan szegények mintha magával beszélne. Legyintett, és előbbi szavai Sok szegény van. Meg sok bandúr. Levetette a csizmáját, és a szárából bankókat rázott elő, meg néhány vékony aranyat, amelyek erre meg arra gurultak. Aztán már vállára is terítette elázott szűrét, és hiába marasztalták. Isten áldja magukat. Köszönt, és kilépett az ereszalá. alá nagyon halkan még annyit mondott. Madár! Ezt a halk szót is meghallotta azonban aló, és előjött. Nyerekbe vetette magát Miska, és nem kellett neki kaput nyitni, mert úgy repült át a kerítésen, ahogy jött. Egyszer nagy riadalmat okozott a kántorkocsmában, ahová harmad magával belépett. A bentidőzők mind minden illantak attól tartván, hogy bajt okoz nekik, Miska. Dühötten kiáltotta, miért szaladnak előlem? Nem vagyok én zsandár, se császár. Mogorván borozgatott, aztán társaitól kísérve azt a nótát énekelte, amit a legjobban szeretett. Öreg Isten, mi az oka? Körülveres az ég Éles bú járja szívemet. Siratom az életemet. Olyan bús lelki volt, mint ez a nóta. Voltak éppen betyárbőrében sem érezte igazán jól magát, és megpróbálta egyszer, hogy vissza tud-e térni ebből a bujdosó életből. Elszegődött bolytárképpen a kákapusztára, az uradalmi ménes mellé. A vén számadó azonban sejtette, hogy gólya költötte fattyú lehet, mind a mellett nem kérdezősködött, mert az ilyenektől nem illik tudakolni, hol született és mit csinált eddig. Fontosabb volt, hogy jó segítője lett a számadónak, mert ügyességével, bátorságával elriogatta ménes közeléből az igencsak oda kapott lótolvajokat. Hanem egyszer az történt, hogy az uraság lejjebb szállította a pásztorok fizetségét, és amikor ezt megtudta Miska, korábbi hangulatához képest is elkomorult, attól kezdve nem nyúlt a bagrácshoz inni is az érbe merített kalapjából ivott, és a széli fészkekből kiszedett madártajásokon tengődött. Harmadnapon aztán a kunyhó oldalának támasztotta a pásztorbotot. Megcsörgette karikás ostorát, és hét lovat ugratott el a ménesből. Nyolcadikon ő maga ült. Ezt az egyet meg is tartotta, többit megaladta a szarvasi tanyákon, ahol könnyen akadt vebbőre. Az ezt követő napok egyikén pedig beszólt a cserepes csárda ablakán a bentülő komisszárosnak, meg a vele lévő pandúrnak, Csend biztos úr, Nyolc lovat hoztam el kákapusztáról, és azt üzenem az uraságnak, ha ki nem adja a pásztorok rendes bérét, sokkal többet is elhozok, mire a bentülők fegyverhez kapkodtak, Méska már messze járt az áradmányos dögös pusztanádasában. Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy az igazi betyár törvényen kívül élt ugyan, de a maga módján az igazság oldalán törvénykezett. Ezt azonban csak a nép fogadta el. Az igazi, a hivatalos törvény tűzzel, vassal rontott a betyárok ellen.